Tizedik fejezet. Az első keresztény vértanú. A hét diakónus között első volt István. Szent életű és erős hitű férfiú volt. Noha zsidónak született, mégis beszélte a görög nyelvet. Jól ismerte a görögök szokásait és szertartásait. Kihasználta a kínálkozó lehetőséget, hogy a zsinagógákban prédikálja az evangéliumot a görög zsidóknak. Krisztus ügyéért sokat fáradozott, és hitét nagy bátorsággal hirdette. Tudós rabbik és törvénytudók nyilvános vitákba bocsátkoztak vele, abban a reményben, hogy könnyen legyőzhetik, de nem állhattak ellene a bölcsességnek és a léleknek, mely által szól vala. Nem csak beszélt a Szentlélek erejével, hanem látszott beszédén, hogy kutatta a jövendőléseket, és járatos volt a törvény összes pontjaiban. Helyes módszerrel védelmezte azokat az igazságokat, amelyeket képviselt, és ellenfeleit legyőzte. Beteljesült rajta az ígéret. Tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre. Mert én adok nektek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik. Lukács 21.14-15. Amikor a papok és a főemberek érzékelték azt az erőt, amely István prédikációiból áradt, keserű gyűlölet ébredt fel bennük. Ahelyett, hogy bizonyságtételét elfogadták volna, elhatározták, hogy örökre elnémítják. Már több esetben megvesztegették a római hatóságot, és azok szemet hunytak olyan esetek fölött, amikor saját kezükbe vették az igazságszolgáltatást, és a foglyokat saját szokásaik szerint hallgatták ki, ítélték el és végezték ki. István ellenségei most is biztosra vették, hogy veszélytelenül járhatják ezt az utat. Eltökélték tervük megvalósítását, Istvánt megragadták és a magas tanács elé vitték. Tudós zsidókat hívtak meg a közeli városokból, hogy a fogoly bizonyítékait megcáfolják. A tarzusi Saul is jelen volt. Vezető szerepet hordozott az István elleni tárgyalásokon. Hatásos ékes szólással és a rabbik logikája szerinti beszéddel világította meg az esetet, hogy meggyőzze a népet István megtévesztő és veszedelmes tanításai felől. Istvánban azonban emberére akadt, hiszen ő teljesen megértette Isten akaratát, hogy az evangéliumot a többi nép között is hirdetni kell. Amikor a papok és főemberek látták, hogy nem tudnak István éles látása, bölcsessége és megfontoltsága fölé kerekedni, elhatározták, hogy elrettentő példát szolgáltatnak. Így egyrészt kielégítik gyűlöletüket és bosszúvágyukat, másrészt pedig sikerül másokat is megfélemlíteni, nehogy István tanait kövessék. Hamis tanúkat béreltek, akik azt állították, hogy hallották, amint István káromolta a templomot és a törvényt. Így szóltak tehát, mert hallottuk, amint azt mondá, hogy az a názáreti Jézus ezt a helyet elrontja, és megváltoztatja a ceremóniákat, melyeket adott nékünk Mózes. Apostolok cselekedetei 6.14. Mialatt István szemben állt bíráival, hogy magát a káromlás vágya alól tisztázza, szent fény sugárzott arcáról, és a tanácsban ülők mindnyájan olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyalnak orcáját. Apostolok cselekedetei 6.15. Sokan remegtek, amikor ezt a fényt látták, és eltakarták arcukat, de a főemberek kemény hitetlensége és előítélete megingathatatlan maradt. Amikor Istvánt az ellene felhozott vádak felől kihallgatták, védekezését tiszta, átható hangon kezdte, amely az egész teremben hallható volt. Szavai lenyűgözték az egész tömeget, amikor Isten választott népe történetét vázolta. Látszott alapos tudása a zsidó szertartásokról és azok lelki jelentőségéről,
ahogyan az Krisztusban megnyilvánult. Idézte Mózes szavait, amelyek a messiást megjövendölték. Profétát támaszt néktek az Úr, a ti istenetek, a ti atyafiaitok közül, mint engem. Azt hallgassátok. Apostolok cselekedetei 7.37. Hitet vallott az Isten iránti és a zsidó hit iránti hűségéről, de egyszer s mint kimutatta, hogy az a törvény, amelyre üdvösségüket feltették, nem tudta megóvni Izraelt a bálványimádástól. Jézus Krisztust az egész zsidó történelemmel összefonta, és utalt a Salamon által végzett templom építésre, és a király szavaira, valamint Ézsaiás próféta bizonyságtételére. A ma magasságos, nem kézzel csinált templomokban lakik. A menny nékem ülőszékem, a föld pedig az én lábaimnak zsámolja. Micsoda házat építhettek nekem, azt mondja az Úr, vagy melyik az én nyugodalmamnak helye? Nem az én kezem csinálta-é mindezeket? Apostolok cselekedetei 7.48-50. Amikor István e ponthoz ért, a nép felháborodott. A főpap megszaggatta ruháját, amikor Krisztust a proféciákkal összefüggésbe hozta, és ekképpen szólt a templomról. István annak jelét látta ebben, hogy hangját csak hamar örökre elnémítják. Látta, hogy szavai milyen ellenállást váltottak ki, és tudta, hogy utolsó bizonyságtételét mondta el. Noha prédikációjának csak közepén tartott, mégis azonnal befejezte. Hirtelen megszakította a történelmi áttekintés fonalát, felháborodott bíráihoz fordult és felkiáltott. Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztetek, mint atyáitok, ti azonképpen. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, és megölték azokat, akik eleve hirdették amaz igaznak eljövetelét, kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek, kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. Apostolok cselekedetei 7.51-53. A papok és főemberek feldühödtek e szavakra. Szinte önkívületi állapotban, inkább vadállathoz, mint emberi lényhez hasonlóan, fogcsikorgatva vetették magukat Istvánra. A körülötte tolongó kegyetlen arcokról a fogoly leolvasta sorsát, mindazáltal nem reszketett. A halálfélelem teljesen eltűnt lelkéből. A dühöngő papok és a lázongó csőcselék nem félemlítették meg. Az előtte zajló jelenet eltűnt szemei elől. A mennyei kapuk tárultak fel előtte, tekintete áthatolt rajtuk. Megpillantotta Isten dicsőséges trónját, látta Krisztust, mintha éppen trónjáról állt volna fel, hogy segítségére jöjjön szolgájának. István újjongva kiáltott fel. Ímé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. Apostolok cselekedetei 7.56. Annak a dicsőségnek szemléltetése, amelyet látott, sokkal több volt, mint amennyit üldözői elviselhettek. Hogy szavait ne hallhassák, fülüket bedugták, hangos kiáltással ráruhantak, és kiűzték a városon kívül. Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik, és ezt mondja vala. Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Térdre esvén pedig nagy fennszóval kiálta. Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt. És ezt mondván elaluvék. Apostolok cselekedetei 7.59-60. István fölött nem hoztak törvényes ítéletet, mert a zsidók sok pénzzel megvesztegették a római hatóságot, hogy az ügyet ne bolygassa és ne vizsgálja ki. István vértanú halála az összes szemtanúra nagy hatást gyakorolt. Sokan visszaemlékeztek az arcáról sugárzó mennyei fényre, szavaira, amelyek szívüket érintették,
és bizonyságot tettek az általa hirdetett igazságról. Halála nagy vesztesége volt a gyülekezetnek, de Saul megtérését eredményezte, aki nem tudta többé kitörölni emlékezetéből a vértanú hitét, kitartását és azt a dicsőséget, amelyet arca visszatükrözött. István kihallgatásánál és kivégzésénél Sault őrületszerű buzgalom fogta el. Később bosszankodott saját titkos meggyőződésén, hogy Isten éppen akkor dicsőítette meg Istvánt, amikor az emberek meggyalázták. Folytatta István gyülekezetének üldözését, kinyomozta tagjait mindenfelé, elfogta őket házaikban, és kiszolgáltatta a papoknak és főembereknek, hogy börtönbe vessék és halálra ítéljék. Az a szenvedélyes buzgalom, amelyet az üldözések alatt kifejtett, megrémítette a jeruzsálemi keresztényeket. A római hatóság nem mutatott különösebb erejét, hogy a kegyetlenkedéseket megakadályozza. Titokban segített a zsidóknak, hogy ezáltal kiengesztelje őket és kegyeiket biztosítsa. István halálakor vállalt szerepe miatt Sault a magas tanács tagjává választották. Ideig óráig hatalmas eszköz volt Sátán kezeiben, hogy általa lázadó terveit véghez vigye Isten fia ellen. Ezt az irgalmatlan üldözőt azonban Isten csak hamar felhasználta annak a gyülekezetnek építésére, amelyet most pusztítani igyekezett. Az választotta ki Sault, aki még Sátánnál is hatalmasabb, hogy betöltse a vértanú halált szenvedett István helyét, hogy prédikálja Krisztust, szenvedjen az ő nevéért, és terjessze mindenfelé az ő vére által szerzett üdvösség üzenetét.